Sziasztok emberek, ebben a mai videóban egy különleges takamok a részre fogok. Foglak titeket. Kínozni? Nem. Takamok a részre jövök. Jézusom, te nagy lettél. Á, ti is. De jó, ma van a szüli napunk. Én hogy nézek ki? Cukin. Gyönyörűek vagytok. Köszönjük. De vajon te jó így nagy lett? Igen. Tessék, köszönjük. Máni! Én köszönöm. Na menjünk, gyertek. Jó napot! Rendben! Ki volt az anya? Á, semmi. Gyertek ebédelni. Jó. Olyan jól nézel ki. Köszi. Te is. Köszi. Én is. Te is. Na menjünk. Ez az újság eladó, vagy csak itt lehet olvasni? Eladó. Azt a... Akkor ezt elvenném, jó? Jó, nyugodtan. Köszönöm. Na menjünk. Nem. Na. Nem olvasunk bele. Enyém. Jól van, anya. Nem mondjuk, én nyugodtan beleolvashattok. Elmegyünk. Megyetek egy pillanatot. Elmegyünk a Lexáját, aztán megyünk ebédelni. Találtam egy tök jó helyet, ahonnan most ugye hívtak. Hogy ugye lefoglaltak egy helyet. Jó, érted már? Igen. Maxi, akkor letörlöm. Következő feladatunk. Egy nyitott mondat lesz, amit olvasok is. Elkezdett meg könyved? Igen. Máté 3,6 kg süteményt vett Évának. Éva ezt nem tudta, ezért ő is vett magának 4,5 kg süteményt. Hány süteménye lesz Évának, hogyha még egy kérője ugyanennyi pénzért, ugyanennyi kilogrammot vásárolt? Elsőnek mit írunk fel? Felírjuk, hogy mennyi... Máté, igen, 3,5 kg-ot vett, viszont közben ő 4,5-ot, igen, egy kérője pedig ugyanennyi kilogrammot vett, ugyanennyi pénzért. Mennyi süteménye van Évának? Éva volt, mindegy. Először elkezdjük a számolást, mert akkor a pénz, hát számolj visszafelé, és akkor jó napot! Nagyok lettünk! Én is nagy lettem! Jaj, igen! Úristen, de jól nézel ki, tesó, Jézusom! Úristen, köszi! Itt van! Itt van Mia! Én vagyok Lotti. Tudom, véletlen összekevertelek. Na, hogy megy? Akkor majd következőleg... ugyanazt a feladatot majd megeldet a következő órán. Rendben. Na, hogy ment? Ügyes voltál? Igen. Nagyon jól megoldatta a feladatokat. Az nagyon jó. Mehetünk? Igen. Na, menjünk akkor. Gyertek. Na, milyen feladatok voltak? Húha! Várjatok! Áj! Igen?
Adok egy házit. Ja, jó. Gyere, leírom. Szóval... jaj. Szóval... Flóra vett 350 forintért egy sonkát. Béla ugyanennyiért vett 2 sonkát, viszont ő a kisboltban. Milyen boltban vehette Flóra? Plusz még a könyvben egy másféle feladat benne van. Nem is. Ezt viszont, szóval a könyvben ez a feladat, és a hármas, inkább felírom a táblára. Csak levezettem neked, hogy ezt kell majd leírnod. Szóval az egyes a házi, a kettes a házi, a hármas a házi, és a négyes. Jó, majd le fogjuk ellenőrizni. Rendben. Meg vagyok. Mi volt a házi? Az egyes, kettes, hármas, négyes. Plusz még megbeszéltük az egyik legnehezebb feladatot. Jó, én szerintem menni fog? Igen. Szerintem menni. Jó, akkor ide jövünk ebédelni. Ez mi? Egy... jaj! Úristen! Egy ebédelős hely. És anya, kérdeztetek még valamit? Na mondjad. Az, hogy mi most hol fogunk enni? Vagyis lakni, hogyha nekünk még mindig a kis szobánk van? Majd berendezek, ha nincs ha be van rendezve, akkor nem mehetek, ha nincs, akkor majd megcsinálom ebben a videóban, ezért lesz olyan különleges. Ezért kicsit hosszabb rész lesz. Jó napot kívánok! Szeretnénk itt vacsorázni, ugye foglaltam Ivett néven. Milyen Ivett? Kis Ivett. Látom a foglalását. Itt lesz a WC, és jöjjenek velem. Ez az asztal, jaj. Ez az asztal, ez neki. Rendben. De... Várjam. Át lehet menni egy kis gyerekasztalhoz a másikhoz. Akkor gyere át, tűnünk ide. Anya? Hol van? Lara. Lara átment egy másik asztalhoz. De lenne neki itt hely. Nem, most menjen, hogy menjen át. Akkor én is átmegyek. Én jövök. Hello. Hello. Nem, nem mész oda, most én beszélni szeretnék veled. Jó. Oda ülj le. Így is kap. Beszélgessünk. Mit szeretnének inni? Én sima vizet szeretnék. Sima? Igen. Rendben. Én is. Én ilyen almás szörpöt szeretnék neki, és én is sima vizet. Rendben. Almás szörp. Igen. Nem annyira látszik, de oké. Jaj, várjátok. Így is.
úgy látszódjon a víz. Itt a sima víz és az almás szarpi. Mindjárt hozom. Így. Vagy nem, én kérhetek egy kicsit erősebb italt. Erősebbet? Egy erősebb italt. Rendben. Jó. Köszönöm, itt az erősebb ital. Ez mit jelent? Semmi. Jó napot, önök kérnek valamit inni? Igen, szeretnénk. Sima vizet. Egy kis ízesítéssel. Jó. Így. Tessék. Köszönjük. Felveltem a rendelésüket? Igen, én szeretnék egy halas csirkét. Itt van. Én pedig szeretnék neki egy gyerek menüt, és nekem pedig egy olyan kagylós dolgot. Ez igaz? Igen, ezt szeretném. Köszönöm. Egy gyerek menühöz. Nézzük. Nem. Egy gyerek menüt kértek, megoldható? Persze. Hozz tofut. Jó. Annak kérnek valamit? Igen, szeretnék egy rákos krumplit. Én is egy rákos krumplit. Jó. Akkor egy rákos krumpli. Ők pedig egy rákos krumplit kértek. Kettő rákos krumpli. Rendben. Az krumplit. Jó. Így. És kész. Na. Megvan a rákos krumpli. Ó, még kéne innen kettő tálca. Így. Na. Tessék. És még egy. Tessék. A gyerek menü pedig készül. Itt a gyerek menü. Köszönöm. Úgy. Nagyon jó. Nagyon finom. Anya, te mit kértél? Jó, hát ilyen erősebb italt. Kipróbálhatom. Léci. Hát, akkor egy kevesebb eset. Elnézést. Igen. Kérhetek még egy nagyon picivel, egy tényleg egy nagyon pici erős italt, amiben nagyon pici az erős. Tényleg nagyon picit kérek. Rendben. Elkérhetem az egyik poharat? Igen. Rendben, a tálcákat meg visszaviszem. Inni. Egy nagyon picit erős ital. Rendben. Így. Kis olaj. Ezt vidd és rakj bele a vizet. És még egy pici erős. Készen is vagyunk. Tessék. Én ki akarom próbálni ezt az erős italt. Kérünk egyet? Aha, kérjünk.
Az jó lesz. Elizés! Igen. Kérhetünk nagyon picit erős italt? Igen. Kettő nagyon picit erős ital. Újra? Anya, jöttünk mi is olyan erős italt, léci. Egy nagyon pici lenne benne, léci. Már kikértük. Léci. Hogy igyanak ők is. Akkor én is csokolok. Jó, akkor ti ihattok. Neked pedig kérek egyet. Jó, köszönj. Elnézést. Tegye már úgy, hogy a kislányom mintha tenne bele egy erőset, csak mert nem akarom, hogy így jön, ő meg nagyon szeretne. Jó. Te csak nem iszik. Nyugi. Így. Tesónak is kérhetnénk egy nagyon picit erőset? Persze. Egy nem erős ital. Rendben. Keretek poharat? Ja, igen. Így is egy pici két csöpöt rakok bele. Mert... Tessék. Na nézzük. Ez tényleg nagyon rossz. Jézusom! Nem is gondoltam volna, hogy ilyen az alkohol. Oszta! Mindenki ezt reagálja, ez tök finom. Ilyet többet is meginnék. Anya, kérünk még egyet? Nem, ez már túl sok lenne. Örülj neki, hogy egyet kaptál. Na, megyünk! Jó, anya, még be kell rendezni a szobátokat. Oké. Tesót én viszem. Vagyis miatt? Fölmehetünk. Így. Ha meg van csinálva, akkor pedig ilyen rövid lett a rész. Ha nincs, akkor meg még berendezem. De úgy emlékszem, hogy nem meg csinálva. Remélem, jól emlékszem. És jól emlékeztem, nincs megcsinálva. Szóval ideje megcsinálni. Elsősorban innen ezt kidobjuk. Oké. Így kivéve a macska, ő marad. Most mindent kidobunk. De milyen ruhák vannak, vagy mit vannak? Jó, mehet. Így. És így. Első sorban kell ilyen. És a festés ilyen lesz. Vagy hát... Ilyen. Azt mondja, hogy... Így. Itt. Mégis itt lesz az íróasztal majd. Neki milyen kell van, olyan anya? Tudom, ne az egész családnak legyen már ilyen. Szóval akkor egy ilyet berakok, vagy inkább jó lesz. Megadjam. Mindig. Így, és akkor... Nem itt lesz, hanem itt a suli miatt kell egy parafatábla. Jó, mindegy. Így.
lehet, és akkor jelent a várva várt TV. Így, ami ez jár egy. Igen. Hogy azért legyen világítás. Csak várjátok egy picit. Egy másodperc. Jó, akkor folytassuk. Csak ezt akarom kidobni. Így. Kidobjuk. Akkor jöjjön. Ez mindig jó. Én is akkor jöhet a várva várt íróasztal, ami ilyen lesz, mint a másiknak. És ezen igazából csak a könyvek lesznek. Meg sulitáska, ami nagyon fontos. Ebből is pedig ez. Így. És ebből neki a lila is ez kell, mert ő még általános iskolába jár. Vagy inkább járni fog. Így. Oksi. Ezeket ide felrakjuk. Egy füzet. Nekik több füzet kell ám. Két füzet. És ennyi. Ezeket táska be. Így mi. Kész. És a csajszi szobája készen is van. Ezt itt mind kidob. Mert mondjuk csak a padló valamit meg kell változtatni, a többi maradhat. Talán még a másik szobának a... Hát, hogy ez? Mert ennek ilyen kis sötét szobát szeretnék. Ez jó lesz. Most ennek ilyen kis sötétebb szoba. Így is akkor ez a fekete fehér. Ez most nem kell. És akkor az ilyen íróasztallal is jár. Így. Oké, akkor egy papzsák. Egy ilyen szék. Kimúrt az összestól, meg ugye a füzete. Ez legyen akkor ez is mély a füzet. Ezt meg majd ide felrakom. Pedig ilyen több füzete lesz. Mi ami még ilyen sötétebb? De levél? Ez jó, mert ez sötét. Ez jó könyv lesz neki.
pedig jó. Így. És itt a toltartó. Legyen, ha bárakni a cuccot. Oké, és... még ide fel a kapveket. Így. És ide kitűzöm. Keep out. Meg ide még lehet majd dolgokat kitűzni. És... fog gitározni. És már csak egy tévé kell. Á, jobb a fekete, nem a sima fekete. Így. És... suli táska, ami ez lesz. Hogy ez jobb a asztali lámpának. Kidobjuk. Jó. Ide berakjuk. Mondjuk. Hát. Oké. Ez így. Tökély. És meg is vagyunk. És be is költözhetnek. Na, ez itt a te szobád. Ez itt a sötét szoba a tiéd. Ez maradt a tiéd. És elmegyünk a következő részben shoppingolni. Hogy szerezzünk dolgokat. Meg neked is. Ide. Kell egy kicsi szoba, mert ez már neked nem kell. És neked pedig ez az ágyacska ide. Tessék. Ja, meg akkor neked is rakok egy kis fotelt. Jó. Lehet egy kis dobozod. Például ez a kis kosár. Így, és ebbe pakolhatod a játékaidat. Jó. És közeleg az este, szóval mehetünk fürdeni. Vagy nem, inkább most még be kell shoppingolni. Azta. Lehet amúgy lent is kéne neki egy ilyen. Vagy így. Vagy így. És akkor nekem bejött egy ilyen kis asztal. Így. És akkor így mögé rakom. És akkor így tudnak tárgyalni. Ha átjön egy barátnőm. Wow, nekem ez tetszik. Ez a suli nehéz. Írhatom a házimat. A
tankönyvben a 25-ös C. És vége. Szóval köszönöm szépen, hogy megnéztétek, ha tetszett, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel. Sziasztok!